Ez egy valódi szünethely volt a előadásban, ugyanis innentől kezdve már egy kialakult kis univerzummal van dolgunk, tehát az állatöv megjelent, benne a nőnek és a gyermeknek a nagyon szép, tiszta fogalmazású szereplése, igen ám, de itt megjelennek a vaderők is. Tehát itt azonnal, miután tovább bontakozott az univerzum, tehát itt már nem csak arról van szó, hogy férfi principium, női principium, hanem megjelenik a világosság, sötétség, és a sötétség által képviselt, hát nem mindig pozitív érték. A sötétség tud nagyon pozitív lenni. Lenyugtat, engedi, hogy regenerálódjunk. Tehát gondoljunk el, hogy például a szadista, mondjuk börtönőrök, hát az egyik fogása az, hogy nem engednek aludni. Egyszerűen már eleve a börtönben, hogy nem engednek sötétben lenni. Állandóan ég valami lámpa. Mondom én, mint tapasztalt börtönlakó, hát mondjuk nem töltöttem eddig még, hál' Isten, de még semmi se késő. Tehát lényeg az, hogy ez a bizonyos, a sötétség tud nagyon-nagyon pozitív tétel lenni, ápol, bizonyos dolgokat hát enged háttérbe szorulni, lecsitulni, és így tovább, és így tovább. Emlékszem, mikor az én dédanyám először találkozott a villanykörtével, mint olyannal, ez a családban hagyomány, azt mondja, hogy soha nem fogja bevezettetni a villanyt. Mert a gyertyával azt világít meg, amit látni szeretne. Ez meg olyat is megvilágít, amit nem szeretne látni. Tehát ez az egyöntetű dolog, ez tulajdonképpen a globalizáció első nyílt megnyilatkozása volt. Minden egyformán fontos. Hát egy fenét fontos minden egyformán. Na, minden esetre megjelennek a sötét erők, és ezek beszabadulnak. Nagyon érdekes, hogy egy ilyen hálószerű valamivel próbálja féken tartani az, aki, hát hogy mondjam, fékezi őt, ő pedig hát egyből próbál támadni. Na most megint hosszan lehet gondolkozni, nagyon sokáig nem akarom én fejtegetni a dolgokat. Egy biztos, innentől kezdve megjelenik az állarc. Eddig nem volt. Ez mit jelent? Eddig mindig valami takarta a kettőnk kapcsolatát, de az elasztikus volt. Tehát ahogy én mozogtam, az velem mozgott. Állarc az nem. Az egyszer mindenkorra, hát hogy mondja, helyettesít engem. Tehát az azt jelenti, hogy innentől kezdve megjelenik a szó szerint áll, arc. Nem azt mutatja, ami valódi. Na most ezt ők nagyon érdekes módon, mondjuk még egy lapáttal meg is tolják. Hogyan? Hát nem tudom, hogy látjuk-e, hogyan helyezkedik el. A szemnél először is fordítva van, tehát rajta ezt jól lehet látni, itt vannak a szemek, itt van az orr, és itt van a száj. Tehát a sötét erő megfordítja a dolgokat. Na jó van, de akin jól van, tehát aki próbálja fékezni, annál sincs rendben a dolog. Az ugyanis a szeméhez teszi a szájat, és a szemén pedig egy kicsit kihúzza a haját. Hát én mondjuk nem lennék jó táncos, de nekik van itt. Tehát ez kihúzza. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez szellemi sugárzást jelent. Tehát azért van ilyen kevés nekem. Tehát lényeg az, hogy ezt húzza ki a szemen, tehát azon személyesen jön ki, vagy közvetlenül jön ki a szellemi sugárzás, a mi szemünkön nem. Nálunk a lélek jön ki. Az egy másik tartomány. És náluk a szemen keresztül a száj jön ki. Tehát minthogyha nem lenne szájjal való közlés, hanem csak a lélek közvetlenül közölne, miközben ott, ahol a szemnek volna helye, ott a szellemi kisugárzás közvetlenül jön. És ezt rendkívül következetesen tartják. Tehát ezen a szinten, ahol most megjelenik a sötét erő és az azt fékező jótékony erő, ez még nem egészen a mai arculata az embernek. Tehát itt még egy fokozattal korábban vagyunk, mehetünk már is tovább. És hát itt azért ennek több fázisát is fölvettem. Tehát keményen tartja. Tehát itt, ha valaki azt hiszi, hogy ez a világmagyarázó rendszer, mert ezt így kell nevezni vallásnak, nem szívesen nevezném. Ezt külön meg lehet indokolni, hogy miért, de ezzel most nem tölteném az időt. De egy biztos világmagyarázó rendszer. Tehát a vallásnak kritériuma vannak, azt ez nem mindig tölti ki. Tehát ez egy definíciós kérdés, de azt én elég szigorúan veszem.
Tehát lényeg az, hogy ebben a rendszerben a jó az nem egy ilyen simogatós valami. Tehát ha én azt mondom, hogy kétféle jó képviselet van döntő módon a kereszténységben. Az egyiket egy Gábriel arkangyal, másikat egy Mihály arkangyal képviseli. Hát ez erősen Mihály jellegű. De ugyanakkor megvan benne annak a szellemi értelemben vett, tehát a kijelentés direkt módon megjelenítő Gábriel arkangyalnak a szerepe is, csak amikor a gonosz színre lép, akkor sajnos Gábrielnek át kell alakulnia. Sajnos azt most a saját nevemben mondom, tehát át kell alakulnia Mihályjá. És itt még ugyanaz a személy képviseli. És hát keményen. Most tulajdonképpen Szent Mihályért kellene imádkozni, most már neki kellene jönnie, de nagyon kellene jönnie. Nagyon érdekes a helyzet, mert ez a rendszer, mikor először színre lépett itt, az első dolga volt, hogy a néphadsereg napját Szent Mihály napjáról áttette, maga se tudta, hogy hova, Attila napjára. Csak ő nem tudta, mai napig nem tudja, hogy Attila napja. Május 21-e az Attila napja. Csak nem a mai egyházi naptárban, mert azok gondosan elrejtették Attilát. Ha már nem tudták nélkülözni, vagy kiiktatni. De eredetileg május 21-e volt. De minden esetre az, hogy mi egyáltalán megmaradtunk ebben az iszonyatban, amit ugye 45 óta zajlik, hát az bizony Szent Mihálynak köszönhető. Tehát most nagyon magasra téve a mércét. Na menjünk akkor tovább, kérném a következőt. Na most innentől kezdve, hát ez még mindig ennek a folytatása, és ezt csak azért mutatom, hogy lássuk, bizony kijön itt a haj. Nagyon is kijön. Tehát itt nem arról van szó, hogy véletlenül eltévesztett. Na menjünk akkor tovább. És akkor itt egy olyan jelenet jön, szépen fokozatosan majd, amelyik először csak így ketten sötét ruhában, állarcban, és a bottal így függőlegesen jönnek befelé. Na most ez egy elég jellegzetes ikertartás. Ezt gondolom nem kell sokáig mesélni. Igen ám, de ez az ikertartás, ez nagyon nehezen tud megvalósulni ott, ahol már betört a gonosz. Miért? Mert egyből átfordul a halak tartásba. Tehát egy hunor-magyar tartás az a tipikus ikertartás. Igen, de ahol az érdekeltségek kezdenek el működni, az pillanatok alatt átbillen egy derékszögben őrá elhelyezkedő másik tartás, ez meg a Káin-Ábel tartás. És ez a veszély folyamatosan fönnáll. Tehát azt jelenti, hogy ez meg kell védeni a hunor-magyar kapcsolatot. Ez pillanatról pillanatra veszélybe kerülhet, nem csak most, hát most, hogy a halak világhónapjának a tomboló végjátékában vagyunk, hát ez most szinte pillanatról pillanatra bekövetkező kísértés, hogy billenjél át a Káin-Ábelbe, azonnal hát győzd le, vagy használd ki, vagy taposd el a testvéredet, és akkor egyedül te maradsz a porondon. És akkor az ő vagyona is a tied lesz, az ő hírneve is a tied lesz, neked lesz igazad, mert nincs ellenfeled, tehát ezt meg lehet oldani így is. Na tehát lényeg az, hogy egy darabig úgy tűnik, hogy ebből az ikrek tartás. Ezt kérném a következőt. Na most ennek van egy olyan játék része, ami talán az egész szertartásban számomra a legizgalmasabb volt. Ezt én már itt egyszer elmagyaráztam, egyszer régebben, jóval régebben, de nem lehet elégszer. Adva van két figura. Ez úgy tűnik az elején, hát ugye ez a nem pontosan ugyanaz, mert ennek már nem olyan a öltözéke. Az egyik megmarad sötétnek. Na most ezek átalakulnak, az egyik pohossá, másik pedig pupossá. Ez szépen kitömik az egyiket itt hátul, és a másikat pedig itt elől. És következő játék részben, ez már valószínűleg annak egy részlete, következő játszódik le. Egyenként jönnek be. Tehát ennél nem nagyobb a tér ott sem. Itt ülnek, vagy ülünk mi. És akkor szépen bejön, és gyönyörűen mutatja, hogy ő most tulajdonképpen csónakon jön be, lehelyezi a varsákat szépen, nem kell neki kommentálni, közben egy énekelget, de nem kell magyarázni, tehát mozdulatok annyira magukért beszélnek, hogy mi is városi
vendégek láttuk, hogy lehelyezi a varsákat szépen, utána még mindig énekel, és vidáman visszamegy, szenzációsan játszotta. Na most utána, ez volt a pupos. Most jön a pohos, az is bejön vidáman, meglátja, óriási, kiveszi belőle a halat, már meg is ette, és utána vidáman énekel, szépen kimegy. Na most, alig hogy kiment, jön vissza, ugye a pupos szépen, megnézi, Jézus Mária, elkezd lamentálni, síránkozik, és így tovább, megint leteszi a varsát, megint ez bele, mit tudom én, csalétket, vagy bármit, szóval a lényeg az, hogy rendetetése szerint elvégzi a dolgát, és utána megint kimegy. Na ez lejátszódik még egyszer, és utána harmadszor bejön megint a pupos, és beleteszi, tehát leteszi szépen a vasát, és elbújik közénk, oda a nézőközönség közé. És jön a pohos, már előre, örül neki, és akkor szépen kiemeli, na és abban a pillanatban ráesik a pupos. És elkezdi verni. Na most egy darabig veri. És ilyenkor az ember azt mondja európai észjárással, igaza van az anyja mindenit. Ezt el kell venni, ez az élősködő parazita, bármi is verhetnénk, ezt kéne nekünk is most megcsinálni. A bóna is elég dolgunk. Igen ám, de egy darabig ez megy, és utána egyszer csak mi történik? Egyszer csak a pohos is elkezdi őt ütni, egy darabig kiegyenlített a dolog, és utána teljesen egybe gobolyodnak, és szabályszerűen így kibukfenceznek a színről. És az ember eltűnődik, hogy de hát 700-át, hát ez igazságtalan. És aztán hosszan, erről még beszélgettünk is ott szünetben, vagy utánuk, vagy két ilyen este között, hogy érdekes, hogy mi ezt teljesen igazságtalannak találjuk. Hát így most akkor az igazság nem diadalmaskodott, kiegyenlítődött. És akkor nem ők magyarázták el, hanem csak úgy mosolyogtak, hogy hát igen, ti így gondolkoztok. Szép lassan leesett egy tantusz, hogy, és ez elég jelentős tantusz, hogy tudnélik, amíg pupos van, addig mindig lesz pohos. Tehát a puposság itt azt jelenti, hogy túlvállaltad magad. Abban a pillanatban, hogy túlvállalja magát, megjelenik az élősködő. És egy darabig tényleg jogos, hogy bünteti az egyszeri cselekményért, az egyszeri gonosztettért, de édesapám, hát te hívtad ki. Te hívtad, és onnantól kezdve a kettő egymást kiegészíti, egyetlen jangén képletté válnak, és kimennek a színről. De nagyon lényeges, amíg proletár lesz, mindig lesz tőkés. Tehát nehogy az, ez nagyon lényeges dolog, ugyanis a proletár az nem társadalmi szint, az egy tudati szint. Tehát azt jelenti, hogy semmi mása nincs, ez egy ókori fogalom. Azt jelenti, hogy semmi mása nincs, csak a gyereke, prolesz. Tehát az azt jelenti, hogy korlátlanul manipulálható. És az azt jelenti, hogy amikor, tehát ameddig lesz ilyen, addig mindig fogják is manipulálni. És pontosan erre számítanak a manipulálók, hogy amíg proletár van, addig hát nekünk nagyon jó. Ő fog visszahívni. Hát ki hívta ide vissza, mondjuk a... Mit mondjak hirtelen? Hát a Hornfoknak a lovagját. Vagy a Medgyespitét, vagy a, tudom én, a Csótányt. Ki hívta vissza? Tehát ezek azért nagyon lényeges dolgok, mert nekünk a proletárt kellene ember szintig fölhozni. Abban a pillanatban eltűnik a parazita. Tehát nagyon lényeges dologról van szó. És ezek pontosan elénk játsszák, és mosolyognak, hogy mi nem értjük. Hát persze, hogy nem értjük. Hát mert mi csináljuk ezt az egész hülyeséget? Mi csináltuk a proletárt, és ezáltal konzerváltuk a gátlástalan kapitalistát. Na mindesetre menjünk most tovább. És ahogy ezt eljátszották, tehát ebben az a döbbenetes, hogy hát mi egy ilyen produkciót, hát mit tudom én, legalábbis hetekig próbálnánk.
és akkor rendező utasított. Ezek olyan spontán játszottak, hogy tényleg döbbenetes volt, hal szagot éreztünk. Szóval minden megjelent, ami egy ilyen hát foglalatosságban lényeges ahhoz, hogy én átérezzem, és az egésznek a jelentőségét is érezzem. Na most jó lenne látni itt, hogy mi van rajta. Ezt hiszem, ez éppen egy ilyen szünet jelenet. Ja nem, itt jön be valaki, hoppá, hoppá, hoppá. Még ezen nagyon lényeges dolog, menjünk csak tovább, mert lesz közeli. Úgy van, na most itt jönnek be, most mennyire látni ezt nem tudom, de lényeg az, hogy meg fog jelenni az a két sötét öltözetű, de most már nem függőleges lesz a bot, hanem így kettejük közt van, és végig csak kettejük közt van. Lehet, hogy ez az a jelenet, lehet, hogy egy következő lesz, mehetünk tovább. Hát itt néhány ilyen zsánerkép. Tehát azért ez egy nagyon fárasztó dolog. Ezek nem tudták, hogy most fényképezni. Ezek pillanatnyilag ott leálltak, és így szólt éppen, hogy éltek. Mert azért ezt teljes átéléssel adják ám. És ez most már nem tudom, ez biztos, hogy most már harmadik éjszaka. Tehát nekünk harmadik három éjszakára hozták össze a cselekményt. Tehát a legrövidebb is négyig kellett volna, hogy tartson, de vagy nekik nem volt idejük, vagy nekünk nem volt. Tehát ezt most már nehéz lenne kideríteni. Tehát nekünk három éjszakára sűrítették össze. És hát ezek bizony kimoltak. Szó szerint. Mehetünk talán mi is egy kicsit azért már végére. Most itt van látsz. Tehát tulajdonképpen ezek adták elő az előbb, ez a tipikusan a halaknak a megjelenése. Tehát ennél nem lehet tisztában megjeleníteni. Tehát ami eddig ilyen volt, mint ikrek, az most ilyenné vált. És abban a pillanatban megjelent a pohos és megjelent a pupos. És ezt csak úgy lehet megoldani, ha visszavezetem egészen a Jangin kettősség, ami tulajdonképpen a teremtés utáni, teremtés pillanat utáni első állapot. Amikor még csak egy Yang típus van, meg egy Yin típus van. Ha addig nem tudom visszavezetni, egyébként ez azért nagyon lényeges, mert ahol nálunk festett kazettás mennyezeteken végigadják az egész évkört, ott pontosan a halak az, a félreismerhetetlen a jele, a halakat a legkönnyebb felismerni. Csenger simán itt a kettő között mi jelenik meg a Yangin-nek a képlete. Pontosan. Tehát addig kell visszavezetni, mert különben el fog káinosodni a világ. Tehát ha nem tudjuk visszavezetni egészen odáig, akkor sajnos ez újra és újra káinná fog válni, és újra pusztítani fogja a világot. Mehetünk tovább. Igen, de következő menetben, ezt tudjuk, ez hogy zajlik, bejönnek, megmutatják magukat, néha mondanak is valamit, utána kimennek, utána megint visszajönnek, és utána mi van a kezében? Havat hozott be egy ilyen kis tálkába, és ebben a hóval ezzel szépen meglocsolja a többit, sőt, ad nekik. Most ezt következő képek ezt mutatják. És teljesen rituális jellegű az egész folyamat, amiben már mi is részt veszünk, mint nézők, tehát itt van a kezében, mehetünk tovább, és tessék nézni, pontosan azzal a mozdulattal, ahogyan az ostját adják. Na most, ez volt talán a legkönnyebb azonosítani, tehát a halakból indul el, ezt láttuk, és utána visszatér, és mi van nála, amivel így meglocsolja. Tehát szabály szerint szentelt víznek a megfelelője. És ezáltal ugye a vízöntő tulajdonságot gyönyörűen megjeleníti. Mehetünk tovább. Itt is, itt már adja a másiknak, megint őnek is. Tehát egészen apró részekre mondhatni, hogy tördelve, mert azért ez egy kemény hó. Így adja nekik. Mehetünk tovább. Tessék, mehetünk tovább. Ez a leányzó egyébként nagyon oroszos arcú, tehát nem kifejezetten. Ennek is valamelyik szülője, ilyenkor általában az apa szokott lenni orosz, teljesen hanti lett, szóval visszahantisodott. És nagyon lelkesen és szépen. Na, ővele lehetett úgy megbeszélni dolgokat. Na most ez volt az egész szertartás legdrámaibb jelenete. Ezzel most már erősen közeledünk a végéhez. Tudnélik, erről azért eleve lehetett hallani, meg tudni, tehát miről van szó. Az egész alkotmány, ami tulajdonképpen egy oltárértékű asztalon van, tudjuk, az oltár maga is azt jelenti, hogy asztal, tehát menza. Na most ezen egy ilyen
egy olyan hajlított, nem tudom, nádból, vagy valami, nem nád ez, valamilyen jól hajlítható vesszőből van, ami bizonyos tájegységben, itt nem láttam hasonlót, ilyen hótalpat jelent. Tudjuk, azt ráteszik a talpra, és akkor utána nem süllyed be a hóba. Itt ez egy elég veszélyes játék belesüllyedni a hóba, mert nagyon mély. De lehet, még szánkót is lehet rá csinálni, inkább gyerekeknek ilyen méretben. Most erre teszik rá ezt a kitömött medvebőrt, tehát ez az alapzata. Na most a szertartás pedig a következő, de erre tényleg föl kell készülni. Tehát ezt azért jó, hogy előre tudtuk. Ugyanis van az asszonyok között egy vezető, ahogy a férfiak között is volt. Na most nem tudom, figyeltük-e, a férfiak között kettő volt. Volt egy, aki alig jelent meg, de mindig ott volt. Ez volt a öreg Juhrimov, tehát az idősebb. És volt egy, aki végigvezette a szertartást, hatalmas erőkkel működött, ez volt az öccse. És nem tudom, ráismerünk-e. Hát ez a Kündő és Gyula kettőse. Tehát pontosan bennem a szakrális fejedelem és a lebonyolító fejedelem. Tehát pontosan az az uralmi forma. Ezek a legszűkebb keretek között is minden lényeges dolgot megőriztek. Tehát ha én hosszú távra akarok uralmat, az csak szakrális uralom lehet. De a szakrális uralkodónak nem ugyanaz a feladata, mint a lebonyolító jellegűnek. Tehát annak a háttérből kell tudni irányítani. Tehát ő semmiképpen nem lehet rivalda fényben. Ez egész odáig megy, hogy leírásokban, például a Kazár Kagánra, amit vagy elhiszünk, hogy vagy nem, mert itt az elég kétesek a források értéküket tekintve, de minden esetre aranymaszkban jelenhetett csak meg. Tehát nem lehetett látni az arcát. Nem lehetett tudni, hogy hétköznapi életben ki van mögötte. Na mindegy, de nálunk például leírják, nálunk Kündő volt a neve a szakrálisnak, és Gyula a lebonyolító jellegűnek. Na most a nőknől is megvan, ő náluk csak egy volt. Ő már, kedves egészsége. Tehát ő már, amikor a nők, emlékszünk még rá, tiszteletüket tették, akkor is ő vezetett. Tehát ő adta meg a jelet is, ő volt középütt is. Tehát lehetett tudni, hogy ő a hangadó. Na most itt mit látunk? Az ő korában, és ez csak ő, az ő korában lévő képviseleti, az az úgynevezett már szűz állapot. Tehát amikor már garantáltan nem lehet több gyerek. Tehát olyankor visszaszűzesedik. Tehát közte van a még szűz, utána van a szűz anyaságra alkalmas, és utána van a már megint szűz. Na most ez azt jelenti, hogy a szűz és az egyik, hát holdháza, tehát az egyik részegysége itt most közvetlen kapcsolatba kerül. Ezt férfi semmiképpen nem végezheti el. Mit csinál? Megfogja így lazán ezt a nagyon könnyű valamit. Tehát ez olyan, hogy normális esetben ez puty, így fölemelkedik és semmi. Igen ám, de ha jelen van az az erő, amelyet a medve képvisel, akkor akármennyit erőlködik, nem tudja megemelni. Na most ez az, amit az ember európai észjárása azt mondja, ez egy hülyeség. Hát ne szórakozzanak velünk. Hát ez olyan könnyű, hogy egy csecsemő így megemeli. Ez semmi súlya nincsen. Ez egész egy blabla. Hát ez semmi, ez addig macakol, megjátsza az agyát, és akkor úgy tesz, mintha nem tudná megemelni. Na jó. Hát ezért kellett ugye a bikát kint hagyni. Mert a bika egyfolytában e felé terelgetne bennünket. Na most itt mi történt? Ugye hullacsend van. Tehát itt mindenki teljes intenzitással, most úgy mondanánk, neki szurkol. És utána fogja, ő is mond valamit, inkább mormol, és utána fölemeli, és egyből így fölemelkedett. Hát egy ilyen csalódott moraj. Tehát újra neki megy, megint mond dolgokat, megint megemelkedik. Akkor már majdnem sírtak. És akkor aki itt ült, emlékszünk, az öreg Juhlimov. Körülnéz, fogja a botját, és nekiugrik az egyik vendégnek. Egy ilyen, nem tudni honnan jött vendég. Az abban a pillanatban fölpattan, rohan ki, ez rohan utána, és veri, ameddig csak tudja. És kiverte. Kiderült, hogy ez volt a beépített, a tégla. És amíg az ott volt, ez nem tud működni. De ez úgy verte ki, nem tudom, mi lett azzal, hogy belefolytotta magát a budiba, vagy mi, mert innen nem lehet csak úgy elmenni. És elment.
Tehát lényeg, de ha láttuk volna ezt az embert, tehát ez a gyengének látszó, törékeny ember, hihetetlen volt, tehát ott nincs erő, amelyik megállt volna előtte. Pedig hát nyilvánvalóan az egész kormányzat ezt a dögöt, ezt támogatta. Tehát ő nyugodtan ellenállhatott volna. De hát tudta, hogy itt most neki nincs esélye. Na mindesetre visszaült, megint egy pici csend, és abban a pillanatban nem tudta megemelni. És látszott, hogy erőlködik, és nem tudja megemelni. És akkor, hogy nagyjából utólag elmondták, hogy mi volt itt a tét. De hatalmas fölszabadultság volt utána, de hatalmas. Hát volt, aki tovább könnyezett, de már az örömtől. Mi volt a tét? Hát kitalálhatjuk, hogy mi hantik, tovább élünk-e vagy sem. Hát tovább fognak élni, és erre mondtam, megérdemlitek. Megérdemlitek. Ha mi így mernénk kiverni mindenkit, aki nem közénk való, örök életűek lennénk. És előbb-utóbb úgyis eljön ennek az ideje. Na minden esetre döbbenetes volt, mert itt látta az ember, hogy teljesen igaz, amit mondanak. Ugyanis elmondták már előtte, ők maguk valamelyik ilyen két nap közti szünetben, két éjszaka közti szünetben, hogy most lehet, hogy mi nem fogjuk elhinni, de vegyük tudomásul, hogy ebben a leánykában a legnagyobb erő, amit egyáltalán Földön meg lehet jeleníteni, ez van jelen. És mi ezt szólítjuk meg, ettől várunk valamilyen előrejelzést, és ha nem mutatja magát, tehát hogyha nem jelzi, hogy ő iszonyú erővel szorítja le, akkor azt jelenti, hogy nem tudtuk megszólítani. Valami itt közbezavart. Vagy hitetlenek vagyunk, vagy nem akarjuk eléggé, vagy idétlen a kérdésünk. Hát ilyet nem lehet meg, hogy most gyógyítható az aranyere. Tehát ilyen hülyeséget nem lehet tőle kérdezni. Minden esetre döbbenetes volt. Tehát ez olyan volt, hogy utána akár hazamehettünk volna, mert ez volt nyilvánvaló az egész szertartásnak a döntő mozzanata. Persze utána folytatódott. Mehetünk is tovább. Úgy van, utána jött egy ilyen kis szünet, hát óriási volt a felszabadultság érzés. És utána elmesélte ez az idősebb Juhnimov, ő a Vándor Annának hívták, nagyon jó tolmács volt, és tényleg szépen is vezette itt a beszélgetéseket. Na most ez a pálca, amit itt a kezébe tart, erre róják föl az eseményeket. Egészen egyszerű, nem betűrovással, hanem bizonyos, inkább a számrovásra emlékeztető jelekkel. És ugyanezt, amit ide fölró, az erre a szertartásra vonatkozik. Ugyanakkor meg a háznak a főbejárata, nagyon sok bejárata nem volt, de annak a szemöldök fájára pedig följegyzik az eddigieket is. Tehát azt is, hogy ez hanyadik. Majd látni fogjuk, ennek is van jelentősége. Tehát lényeg az, hogy itt ezeket mondta el, egyébként hihetetlenül pontosan tudta, hogy mennyit lehet elmondani, és mennyit nem. Csak magunk részére mondom el, hogy tulajdonképpen ennek az expedíciónak azon a túl, amit hát nem közöltek velünk sem. Velem biztosan nem. Hát valószínű, hogy a Kró Andrissal sem. De azért azt lehetett tudni, hogy emögött van valami. Tehát ez nem valamiféle tényleges, hogy mondjam, igénynek a kiegészítés. Ezt onnan lehetett gyanítani, mert mi 95-ben voltunk másodszor, és harmadszor, azt hiszem 96-ban ment ki Göncz Árpád. Ugyanezzel a stábbal, és hát mondták, menjek ki, mondtam, bocsánat, Göncz Árpád, na nem megyek ki. Ennyit erről. És ma is vallom, semmiképpen nem. Úgyhogy harmadszor már nem mentem ki. De ezzel körülbelül azt is elárulták, ez az egész, ez arra szolgált, hogy előkészítse a terepet az ő látogatásának. És hát tulajdonképpen egy ilyen kikémlelő jellegű feladata volt. Szegény Schmidt-Éva valószínűleg tudott erről, vagy sejtette, de hát neki meg egy volt fontos, hogy ez a műveltség maradjon fönn, tehát dokumentálódjék, mert többet nem lehet összehívni ezeket az öregeket. De ez volt a csoda, hogy egyáltalán össze tudta őket hívni. Tehát végül is bármilyen gonosz vagy aljas célból indították el ezt a expedíció sorozatot, megint csak a gonoszon keresztül a jó tudott érvényesülni, mint annyiszor már az életünkben.
És nagyon-nagyon lényeges, hogy őt minden áron arra akarta kényszeríteni a rendező, hogy vallja be, hogy ismerte az Arvisúra, tudjuk mit jelent ez, az Arvisúrának az állítólagos idehozóját. Hát ez egy történet, nem fogom elmesélni, csak nagyon lényeges tanulságai vannak. Tudni, ott egy Szalavári Turának nevezett állítólagos sámán unoka, aki ugyan nem Hanti volt, hanem Mancsi, tehát már ezzel elárulta, hogy itt valami gond van, mert neki akkor nem ide kellett volna jönni, hanem Mancsi földre. De mindesetre ide jött, és hát hogy vallja be ő, keményen interjúolták, hogy ő ismerte Szalavári Turát. Na most Szalavári Turáról ma körülbelül tudjuk, hogy ez egy kitalált alak. És hogy ő a testére csavarva hozta az Arvisúrát, ami már most ezres oldalszám mennyiség. Na most nem tudom, hogy milyen írásjelekkel, amit egy testre lehet csavarni, és amit mondjuk repülőről ledobva valaki, aki a testére csavarva hoz írásokat, hát az első, hogy azt elkapják, hát akkor azt rögtön elveszik tőle, mert valamilyen titkos hadijelentésnek értelmezik. Tehát az egész annyira irreális, hogy már amikor mi rákérdeztünk annak idején Pál Zoli bácsira, hát aki írta Arvisúrákat, már ő kitért a válaszadás elől. Nyilvánvaló volt, hogy ez egy hát csecsemőknek szóló ilyen magyarázat, de egy Arvisúra kör, az működik ma is az országban, sőt, dagad, hát ez egy népolvasmány lett. És ő minden áron ki akarta csikarni ettől az úrtól, hogy vallja be, hogy de ő igenis ismerte. Na most, nagyon érdekes volt a dolog, majd a végén visszautalnék erre, hogy tudott ő mégiscsak kibújni ez alól. Nem olyan könnyű ám. Mehetünk tovább. Úgy van? Hát tulajdonképpen itt is lehetne erről szó. Ez az öcs. Elvileg ő a tettek embere. Igen ám, de most a báty került a tettek embere pozíciójában, valószínűleg nem véletlenül, tehát úgy vélték, hogy ő a gyengébb, őt kell most megszorítani. Az öcs beállt a sarokba, és így mormolt valamit. Teljesen véletlenül figyeltem föl rám, egyébként ő rá kellett volna figyelni. És ez végig védte a bátyját. Tehát szellemi értelme egy teljes védelmet adott neki. Tehát ez nem úgy van, hogy ez a szerep nem cserélhető. Az a lényeg, hogy hunor-magyar legyen a kapcsolat jellege. Tehát abban a pillanatban, hogy kényszerűen mondjuk egy szakrális fejedelem mégiscsak irányító szerepbe kell, abban a pillanatban az öcs már átment a szakrális feladatkörbe. Hihetetlen erősugárzott. Tulajdonképpen én arra figyeltem föl. Teljesen ide koncentráltam, és éreztem, hogy onnan jön valami. És néztem, befordulva senki nem figyelt rá. És hihetetlen erővel koncentrált. És egy pillanatra sem hazudott a bátyja. Tehát egyszerűen kitért, kivédte őket. Nincs az a szellemi erő, amit a gonosz mód be tud vetni, amit ha valaki a jót képviseli, azt ne tudna kivédeni. Ezt már annyiszor elmondtam, hogy már rajtos a szám. Tehát egy pillanatra se szabad félni. Ha tényleg a jót képviseljük, ne féljünk már attól, hogy a gonosz erőt tud venni rajtunk. És az, hogy ezek itt a jót képviselték, az egy pillanatra nem volt kétséges. De az se, hogy aki viszont interjú volt őket, az a gonoszt képviselte. Hogyan? Elég sokat beszéltem én Schmidt Tévával ahhoz, hogy tudjam. Ő bizonyos dolgokat abban hitelesnek talált. De azt is tudta, hogy azok honnan kerültek az Arvisúrába. Ki tudta fizetni azokat, akik ezt várták tőle? Azt hiszem, ennél több mondani valami nincs róla. Nagyon pontosan tudta, hogy kinek mit kell mondani. Tehát olyan, hogy Szalavári Tura, olyan sehol nem volt bizonyítva, hogy egyáltalán létezett. Ha ez valóban volt egy szellemi tartalom, akkor annak ő lehetett nyugodtan inkarnációja. Azt el lehet képzelni. Mert az elképzelhető, hogy ez egy olyan szellemi sűrítmény volt, aminek vannak inkarnációja. Nem reinkarnáció, ez inkarnáció. Tehát az egyszerűen testetöltés. Az, hogy Attila elsőnek, a történelmi Attilaként jelente meg, vagy előtte volt már egy sűrítmény, nem kérdés, előtte már volt sűrítmény. Tehát azt jelenti, hogy nem reinkarnálódott történeti Attilának, hanem inkarnálódott. És ilyet ismerünk a történelemben.
Na most Schmidt Évával nagyon sokat beszélgettünk. Tehát azért ezt tudni kell hozzá. Ő neki voltak olyan elképzelések, amik nem teljesen egyeztek az enyém, és volt, ami irányában zárt volt. És én soha nem próbáltam ezt az árat fölnyitni. Nem mindenki maga dönti el, hogy végül is mi az, amiben hisz, mi van. Nem, mit tart fontosnak, mit nem tart fontosnak. De azt, hogy közöljem vele, azt én éreztem kötelességemnek. És én bizony nem éreztem. Tehát itt neki nagyon lett volna alkalma, hogy belekérdezzen, nem kérdezett bele. Egyáltalán nem bátorította, soha nem javasolta hát Halmi Györgynek, aki végül is az egészet erőszakolta. Tehát ha ő magában hitt, akkor én csak azt tudom mondani, hogy legyen neki az ő hite szerint. De ennek semmi jelét nem adta az egész együttlétünk alatt, ami hát két teljes év volt, meg azt megelőző fél év. Sőt, még utána is kapcsolatban voltunk. Én ennyit tudok mondani róla. Az, hogy ki mennyi, milyen értelemben és milyen mélység hisz az Alvis urában, ez viszont kinek-kinek a saját személyes ügye. Én Pál Zoli bácsit nagyon közelről ismertem. Tehát én nem őt tartom tisztátalan valakinek, hanem itt valami átjött rajta, ha én ezt teljesen komolyan is neki elhiszem, nincs okom, ne higgyem el, de nem mindegy, hogy én milyen rádióvevőkészüléken veszek egy hírt. És hogyha én detektoros rádión, egy piszkos detektoron keresztül veszem, ott az aljá fogja nyomni a hírt. Ennyit erről. Na, akkor menjünk most tovább. És akkor az utolsó felvonáshoz érkeztünk. Az utolsó hajnalon, mert most már hajnalban vagyunk megint, tehát vége a szertartásnak, előhoztak egy bárányt. Na most, hát a bárány az nem a kosnak a jele, vigyázat, keleten vagyunk, az a baknak a jele. Tehát most egy megkötő erő az, amit föl kell tudni áldozni. Ez azt is jelenti, hogy a megrögzött előítéleteink. Ez egy egészen más típusú, hát hogy mondjam, milyen tehertételünk, de ez is megvan. Na most kivezetik, és itt egy rettentő kínos jelenet volt, kérném a következőt. Megint természetesen, nem ugyanaz van visszavágva, ami az elején volt, megint természetesen, ugyanazon a helyszínen, ugyanaz az áldozat, talán kevesebb áldozati lakoma kellék. Mehetünk tovább. Na most egy darabig, nagyon rövideig, hál' Istennek, az egyik ilyet a kezembe adták. Most itt ilyen nincs, hogy akkor azt mondja az ember, hogy nem. Csak hát imádkozni tudtam, hogy ezt próbálnak már ettől megszabadítani. Nem azért, hogy fényképezhessem, hanem mert hát a fene tudja. Tudom, hogy szükséges, tudom, hogy beletartozik a szertartásba, de nekem nem ez a szerepem a világban. Tehát ezt most vagy fölismeri, vagy nem ismeri föl. Rendeltetés ellenesen akar használni. Na most úgy látszik, hogy ezt észrevették. És nagyon kedvesen, szelíden egy darabig hagyták, csak hadd szenvedjek én ott. Ismerjem meg ennek a kényát. És utána is szépen átvették tőlem. Úgyhogy azért tudom most már fényképezni. Mindenesetre szegénykém, hát az egyértelmű volt, hogy mi fog következni, mehetünk tovább. Úgy van. Tehát megint itt van a barátunk, állítom, hogy nem szenvedett. Na most ez egy teljesen külön dolog. Egészen másképp viseli el ezt egy bika, meg egy bárány. Tehát a bárány szabad, így nyújtotta a fejét. Tehát semmi ellenállás, egy nyikkanás sem volt. Azért a bika, amikor így forgat, őt nem is kellett forgatni. Egyáltalán nem forgatták. Tehát egy bakot például nem lehet kizökkenteni. Tehát ilyen nincs, elkezdem forgatni. Semmi értelme nincs. Ugyanolyan megrögzött gondolkodása lesz. Tehát minden esetre ezt kell éppen, ezt a megrögzött gondolkodást. Hát ettől meg kell szabadulni. És minden esetre hát itt... Bizony, ugyanez az állatorvos, kérném a következőt. És hát itt van szépen már megnyúzva, mehetünk tovább. És ez az utolsó jelenet sor. Most itt már látjuk, hajnal van, és minden nőt kiparancsoltak. Schmidt Évát is. Tehát ő ideadta a videókészülékét, én nekem akkor volt először videokamera a kezembe, mert természetesen őt is. Hát nő lévén nem lehetett jelen. Ugyanis itt válik a medve, megint medve bőrré, a fűrészpor fűrészporrá, ez az alap valami, ez hát egy ilyen hajlított bottá,
és utána ezeket csomagolják el, és viszik fel a padlásra. Tehát ezt mégis itt azért ilyen kevés a felvétel, mert az ő videokamerájával kell végigkamerázni. És hát ezt az visszaváltozást tulajdonképpen, ezt nő nem veheti. Miért? Mert ő a szűz képviselete. Tehát annyira tiszta a képlet, ez valami elképesztő. És ugyanúgy tisztelik természetesen a Schmidtél, tehát semmi a rangjából itt nem, de nő, nem lehet jelen, kész. Mehetünk tovább. És akkor ez volt az, tetszik látni, ez volt az. Ez, aminek semmi súlya nincs, tehát így, egy ujjal, kis ujjal így meg lehet emelni. A medvebőrnek gyakorlatilag szinte semmi súlya nem volt. Na, tehát ez volt. Na, most ez az, amit nem láthatott. Például Schmidtéva, tehát általában a nők. Ez is vele volt kapcsolatban, tehát ugyanez a szerkezet. Talán ez volt rajta. Na, mehetünk akkor tovább, és elbúcsúztunk Polnovattól. Tehát ennyi volt a medvektől szertadás, de itt egy nagyon tanulságos történet, amivel szeretném lezárni. Tehát a vége úgy tűnt, hogy nagyon fölgyorsult. Ugye, jött ez a bárányáldozat, és utána közvetlenül az elbontás. Na jó, de közte még majdnem egy teljes éjszaka, egy fél éjszaka legalább volt. Na most annak miért nincsenek dokumentumai? Hát ez egy teljesen fatális dolog volt. A fatális az nem azt jelenti, hogy tragikus, hanem az, hogy fátumszerű. Tehát sorsszerű. Most mi történt? Csinálom a felvételeket, döbbenetesen érdekesek voltak. Állatmaszkban jöttek be. Folyamatosan lehetett azonosítani, most már azonosítható módon. Most már nem, hogy mondjam, mozgásdiagramként, mert ezek mozgásdiagramok. Tehát ezek egy-egy hónapnyi tulajdonságnak a legáltalánosabb mozgásképletei. Na jó, de ezek testet öltenek, és ezeket meg kell ismernünk a valóság. Valóságban nem ezt fogom látni, hanem megjelenik egy gólya. Miért? Mert a rák tulajdonságoknak ő az eszenciális képviselője. Miért? Mert ott érik meg az önkéntes áldozat odáig, hogy anyaságot tud vállalni. Tehát ez a gólya tulajdonság hozza a gyereket. De ha nem tudom ebben fölismerni, hát akkor nekem szólhat a természet olyan gyönyörű hangokon, hogy nosza, el fogok menni mellette. Mint hogy egy mai városi ember gyönyörűen elgyalogol mellettük. Mi az, hogy gyalogol? Elautózik mellettük. Sőt, el is üti őket. Tehát ezek jelentek meg. Szenzációs állatmaszkok, szenzációs állat hát mozgásokkal. És mi történt? Egyre másra veszem föl, villanó, gyönyörűbbnél gyönyörűbbnél. És akkor mondom, hanyadik ez már? És nézd, körülbelül már az 50. Hogy a fenébe van ez? Hát ebben csak 36 kép kell, hogy legyen. És mikor épp egy kis szünet volt, bementem a mellé, volt egy ilyen kis mellékszoba, ahol ők öltöztek, bemegyek, és kiderül, hogy nem továbbított a gép. Egyetlen egy se sikerült. Tehát legalább 50 felvételt csináltam. Egyszerűen nem indult el, nem kapta be. Nem az én gépem volt egyébként, tehát úgy kértem kölcsön utolsó pillanatban. Mondom, én nem készültem arra. És hát ez az a pillanat, amikor körülbelül 10 ember közül 9 és felett megüt a guta. Mert ez volt a leglátványosabb rész. És ezt most, ha vetítem, akkor nem is kell mondanom semmit, tehát azonnal ráismernek. És nem. Nem nekem szólt, kész. Tehát ezt tudomásul kell venni. Nekem nem ezzel volt feladat. És azért nagyon nehéz ezt úgy továbbadni, mert komolyan mondom, tehát ezt most tényleg higgyék el nekem, egy pillanatra nem éreztem csalódást. Tehát abban a pillanatban értem, ez most túl nagy ahhoz, ez a veszteség, hogy én ezt véletlen szerintem, vagy saját hülyeségnek, vagy mit tudom, én húgom nem figyelmeztetett annyira, pont az ő gépe volt. Nem erről. Itt arról van szó, hogy ez nem nekem szól, kész. Vagy még nem publikus, mert ez várható volt, előbb vagy utóbb, ezt úgyis közé fogom tenni. De még nem publikus. Tehát ezt azért el kell tudni érni, mert lehet, hogy mondjuk az én számomra ez volt a legnagyobb tanulság. Hogy itt nem síránkozni kell, meg nem. Vannak dolgok, amik vagy még, vagy már nem a mi feladatunk. Ugyanez vonatkozott Schmidtévára, nyilván ugyanez vonatkozott Pál Lászlóra, nem László, bocsánat, Pál Zoli bácsira. És mindenkinek megvan a bizonyos tólingja, az enyém eddig tartott, kész, ennyit erről. Úgyhogy meg is köszönöm a szíves türelmet, figyelmet, ennyi volt, amit el tudtam mondani róla.